reggelt mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb nap, üdv nézők, ez a mai nap igazából, így igazából csak levidózom, hogy mit fogok csinálni. Hát még viszonylag nem tudom, milyen kora reggel van, nem tudom, hogy pontosan mennyi idő lehet. Dani! 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 Hol vagy? Dani? Mi? Hol van Dani? 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 What? Hol vagy Dani? Hol a reggeli húsadagom? Ez még a tegnapi. Tökéletes meg minden, de kellene a reggeli 120 is. Ebből már megettem. Csomót, 36-ot. Tetőn? Lenne? Bár ott hallaná, nem? Dani? Nincs itt Dani. Nem tudom, na mindegy, ez a videó már most érdekesen indul, mert nem tudom, hogy hol van Dani. És hogyha szeretnétek ti is megtalálni velem együtt, hogy legyen jó sok húsom, akkor dobjatok egy lájkot, mert amúgy elvileg Danival még megegyeztünk még egy pár videóval ezelőtt, hogy minden egyes lájk minden videón egy-egy steak. Szóval nyomjatok egy lájkot, és szeretnétek nekem steaket adni. Bár most, hogy nincsen meg, nem tudom, hogy ez még érvényben van-e, de nagyon remélem, szóval dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és igazából a lájk az egy steak, a iratkozás pedig az, hogy szeretnétek megtalálni Danit. Jó, hol lehet? Garázs, hát nyilván kocsijánál. Dani! Dani! Nem, kocsi kizárva. Jó, oké, tökéletes. Amúgy annyira nem finom. Várjátok. Jó, ez egy jó nagy falat volt. Medencében tisztán láthatóan nincs jelen, hogy úgy mondjam. Hol lehet még? Házban megnéztük. Nem tudom. Most eljöttem úgy. Figyelem, a szobroknál ma brutál buli lesz. Az viszont egy jó nyom, oké. Menjünk akkor a szobrokat mondod? Szobroknál ma brutál buli lesz. Lehet, hogy ott van, azért nem tudom, benézek a pizzázóba, bár elvileg ez nincsen már nyitva, mert már szét lett barmolva. Dani? Úgy sincs senki, már szerintem bemeltünk. Jó, itt nincs. Esetleg itt fent alul ugye kísérleteztek rajtam. Sehol senki, jó, ez így érdekes. Na mindegy. Jó, akkor szobrokat kell keresni. Segítsetek ti is, és hogyha látjátok a szobrokat, akkor mindenképpen írjátok le kommentbe, hogy hol látjátok. Mert most én jelenleg a stadiont látom, de Dani az nem olyan nagy meccsember, szóval azt így nem annyira hiszem, hogy ott lenne. Szobrok. A szobornak számít? Az a burger. Bár nem hiszem, hogy ez annyira szobor, meg szobrokat írt. Az ott felül, nem, az ott valamilyen parlamentszerűség. Hát azért megnézem a burgerezőből, hát ha. Bár szerintem olyan kora reggel van, még ez sincs nyitva, hogy a villanyok. Hát, azok sincsenek mindenhol felkapcsolva. Még itt sincs senki, de szerintem be se jöttem volna, na mindegy. Jó, gyorsan akkor menjünk ki. Szobrok. De valamire emlékszem, nem tudom, hogy ti emlékeztek-e arra, de Dani egyszer megszivatott, és egyszer ott voltunk egy nagy szobornál, az egy felelsz, hogy mász volt, vagy egy poszkívás, már nem tudom. De egy ilyen fehér szobor volt, vagy ilyen szobor rengeteg, így nem tudom, egy pár blokkra egymástól. Szerintem úgy arról van szó, mert amúgy tényleg jó bulit lehetne rendezni, csak azt meg kéne keresni, mert fogalmam sincsen, hogy igazából hol van. Jézusom, mekkora ilyen felhőkarcolók házak, éjjjétek már beszélni. De a felhőkarcoló házak vannak itt. Ebbe olyan jó lenne lakni, nem tudom, ott legfelül biztos félnék, tehát kinéznék, és alattam van a világ mindenség. Az így nem tudom, egy kicsit para lehet. Aha, még csak most jön fel a nap. Ez érdekes, én hát egyedül vagyok az utcákon. Lehet nem kéne ennyire ordítoznom amúgy, mert nem tudom, lehet hülyének néznek. Na mindegy, én videózok, sziasztok, kis vagyok, videózok! Na, ennyit erről. Bárki, aki házban volt, hallotta. De ez se szobor. Aha, olyanra gondoltam, mint az. Bár ez itt csak így egyedül van itt. De látjátok, hogy melyikre gondolok? Erre. Erre a szoborra. Ami ki van világítva. Ez, az ilyenekre. Mi ez? Flame of Peace. Ez flame-nek kell mondani, nem? Ezt meg nem tudom. Peace. Peace, tényleg. Jó, oké, ó, itt egy falusi.
Az nem tudom, lehet, hogy valamilyen, nem tudom, emlékmű, mindegy, Isten nyugasztalja, hogyha ez valakinek, nem tudom, hogy valami ilyesmilyen. Nagyon gyorsan, nagyon meg kéne keresni ezt a több szobrot így egybe. Ez itt mi? Dani? Dani? Csak képzelődök, vagy ez itt kajak, Dani? Dani! Dani! Ne legyél már ilyen! Dani! Dani! Ébredj fel! Haló, itt vagy? Dani! Dani! Most ez mi van? Aj, jó, nem tudom. És mi van vele? Mi? Megállt? Haló? Nem tudom ütni. Jaj, srácok, tuti trollkodik amúgy. Annyira biztos vagyok benne, mindegy, ezt kiütöm, ezt a nyomólapot. És toljuk be a házba, mert itt szét fog fagyni. Nem tudom, hogy mióta áll itt. Nagyon nem akar válaszolni, hogy az ott mi a hátán, az a kis izé. Nem tudom. Nagyon remélem, hogy ez ott nem valami vér, mert ez úgy érdekes lenne. Na, várjatok, opá. Valamit kiírt. Jó, tologassuk még szépen. Így, de ne arra már! Istenem! Ne arra! Ne arra! Nem akarom arra. Aj, és meg megint elhagytuk. Na, menjünk be! Be kéne tolni, srácok, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogy betoljuk végre Danit ebbe a rohadt házba, mert most miatta csináljuk ezt, és szerintem amúgy csak, nem tudom, viccel, vagy fogalmam sincs. Vagy lehet csak tényleg prankel, de így ilyen furán mozog, lehet, hogy ő mozog. Dani, ébredj fel! Beleüvöltsünk a fülébe? Nem, ennyire nem leszünk buták. Mert az tényleg fájhat tőle a fülünk. Írjátok le kommentbe, vagy chatre, spameljétek, hogy hashtag ébredj fel, Dani, vagy gyere ide, Dani. Valamit kiírtottam ugye a chatre. Már nem tudom, hogy mit pontosan. Nem írt ki semmit, nem tudom. Jó, menjünk be. Toljuk már be! Várjatok! Mi Daninak az ellensége, vagy a kedvence, azzal lehetne őt szerintem felébreszteni. Én vagyok a kedvence. Szia, Dani! Mit vagyok? Én vagyok kis. Hát, nem hatásos. Jó, sok hús. Felveszi? Akkor tudjuk, hogy nem bábú. Felveszi, szóval nem bábú. Nézd, buli lesz! Parancsolj! De miért nem beszél? Tudjátok mit? És emlékszek egy... Nem tudom, hogy ti láttatok-e azt a videót az én saját csatornámon. Ott megígértem azt, hogy 13-szor megszivatom Danit. Szóval átmegyek kreatívba. És most itt szépen szét fogjuk trollkodni Danit. Mert az megígért, hogy 13-szor lesz, abból egy trollkodás már meg is fogok csinálni. Szóval bezárjuk bedrogba. Így elsősorban. Mert hát az egy alaptrollkodás. Nyilván, bedrogba. A padlót azt még nem tudom, hogy kéne kicserélnem. Jó, oké, sikerült. Nagyon gyorsan kellett oda raknom. Tényleg a padló? Tényleg a padló? Oké, amíg nincsen magánál, addig gyorsan, oké. Ez így már viszonylag jó. Így. Így. És legyen ilyen dupla réteg. Jó, oké, Dani meg lett szivatva. És tudjátok mit? Létrehozok neki egy kis ablakot. Majd láthatsz. Sőt, tudod mit, rakok le neked fákját is. Csak hogy érezd a törődést. Vagy azért mégiscsak szeret a kutyád. De én itt így el is köszönök. Egy trollkodás a 13-ban már meg is volt. Ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És ez volt velem Dani. Hát elköszönni se akar. Na mindegy, sziasztok!